Szeretettel köszöntöm itt a Hit Rádióban Kovács Dániel újságírót a növekedés.hu-tól. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azzal a témával kapcsolatban kerestem, amivel ugyan eddig nem tudtam, hogy részletesen foglalkozott, de a cikke nagyon érdekes volt a növekedés.hu-n, amiben felvetette, hogy az antiszemitizmus, aminek a hullámai rendkívül nagy benyomást gyakoroltak mindenkire az elmúlt hetekben. Természetesen valakire pozitív, valakire negatív értelemben, viszont az antiszemitizmust, mint olyat, úgy gondoltuk, hogy talán már nem őshonos Európában, hanem inkább bevándorló probléma. Azt, hogy ekkora probléma, azt nem is gondoltuk volna. Ellenben azt, hogy talán mégsem csak bevándorlási probléma, azt abba talán csak most kezdünk belegondolni. Ön viszont pont ezt a húrt kezdte el pedzegetni. Honnan indult ki ez a cikk? Hát ennek nagyon-nagyon sok előzménye van. Évek óta mondjuk, írjuk, sokszor előkerült a médiában, már legalábbis a média egy részében, hogy a bevándorlás az bizony együtt, legalábbis a muszlim hátterű országokból történő nagymértékű bevándorlás, az együtt jár az antiszemitizmus erősödésével. Igen, ez így pontos, mert ugye nem minden típusban ez a jellegzetes. Többször fordultak elő már emiatt antiszemita bűncselekmények nyugat-európai országokban. Nem újdonság ez, valamiért eddig a fősodratú média vak volt erre a kérdése, vagy nem szerették volna előtérbe hozni. El is sinkófálódott, most jött el az a pont, amikor annyira látványosan és olyan elemi erővel tört a felszínre. Ezek a folyamatosan zajló Palesztina melletti vagy Hamas párti tüntetések, hogy ezt már nem tudták szőnyeg alá söpörni, vagy már a politikai szándék sincs meg a mögött, hogy a szőnyeg alá söpörjék. Ne felejtjük, hogy hónapok óta látunk egyfajta óvatos irányváltást Brüsszel részéről is, ami az illegális bevándorlást illeti. Az antiszemitizmust illetően mennyire látszik óvatos, vagy mennyire látszik változás, mert nyilvánvalóan október 7-e után az egy kellemes meglepetés volt, hogy aránylag egységesen kiálltak Izrael mellett. Mondhatnám, hogy elvárható, de sajnos ezt nem mondhatjuk a mai világban, hogy elvárható. Ugyanakkor eltelt azóta több mint 2 hónap. Így van, az európai országok kormányfői, a politikai elit teljesen összezárt és egységesen állt ki Izrael mellett a Hamász terror támadása után. Ez már, tehát sőt, ehhez képest nagyon kontrasztos volt az, ahogy a bevándorló negyedek népe az egészet lereagálta, tehát a 100 000-es tüntetés Londonban, 15 000-es tüntetés Párizsban, Brüsszelben, Belgiumban, Hollandiában, mindenhol végsöpört, és szó szerint sokkolta a közvéleményt. Így van. Szó szerint sokkolta, és ha eddig óvatos, puhatolózó fordulatok voltak a bevándorlás ügyében, most ez is fölgyorsult. Tehát gondoljunk csak Edith Bruckra, az idős holokauszt túlélő olasz írónőre, magyarországi gyökerekkel, aki most egy interjúban, szerintem ha összeszámoljuk, legalább 3-szor elmondta, hogy meggondolta magát a migrációval kapcsolatban, és most már nem támogatja. Nem nehéz kitalálni, hogy 2015-16-ban vajon miket nyilatkozhatott, nem is kell visszakeresni, határkerítés fúj, Orbán Viktor fasiszta, menekülteket be kell engedni, be kell fogadni, és a többi, és a többi. Most ehhez képest teljes értében visszavonta a véleményét. Ez egy kicsit úgy leképezi, megmutatja, hogy a nyugat-európai liberális elit hogy gondolkozik erről a történetről, és most behúzták a féket. Igen, ez is egy változás. Érdekes, mert én most abba az irányba puhatolóztam volna, hogy a kormányok mennyire támogatják továbbra is Izraelt, de ez egy érdekes kölcsönhatás lesz, hogy lehetne felébredni ebből, ahogy az ön által említett írónő is tette, és lehet kompromisszum felé is elindulni. Most a kormányok részéről az Izrael pártiság még vajon mennyire tartja magát? Több szakértőnek is nekiszegeztem ezt a kérdést. Ők egyöntetűen azt mondják, hogy Izrael mellett a nyugat-európai kormányok, sőt mondjuk az összes európai kormány ki fog tartani. Nem látják azt a
kritikus tömeget, ami egy ilyen drasztikus, tehát ez egy valóban drasztikus lépés lenne, ha ezek a kormányok most revidálnák a véleményüket, vagy sürgősen kifarolnának Izrael mögül. Az elképzelhető, hogy a mondandójukat árnyalják, esetleg tűzszünet felé próbálnak. Tehát nem várható komoly drasztikus váltás? Nem várható. De az egyáltalán elfogadható a felpuhulása ennek a támogatásnak? És egyébként most tegyük hozzá, hogy az sem biztos, hogy ha föl is puhulított az álláspont, az 100%-ban a tüntetések hatására fog történni. Ugyanis ezek a szakértők úgy látják, hogy per pillanat az a kritikus tömegű bevándorló még nincs ezekben az országokban, és szavazati joggal annyian nem rendelkeznek, hogy a politikusoknak erre annyira tekintettel kelljen lenni, mint mondjuk az Egyesült Államokban a latinó közösség esetében, hogy egy élő példát mondjak. Ettől függetlenül mindenki hozzáteszi, hogy ez a pont viszont el fog jönni. Tehát, az a kérdés, hogy mikor. Az a kérdés, hogy mikor. Tehát nem az a kérdés, hogy ha eljönne, hanem hogy mikor. Az a kérdés, hogy mikor. Hát nyilván, ahova nyakló nélkül engednek be még mindig tömegeket, ott előbb, ahol próbálnak tenni ellene, ott később. Viszont azt is láthatjuk, hogy ezek a bevándorló hátterű közösségek gyorsabban szaporodnak, mint az őshonos európai népesség, így aztán már ahol, ha most per pillanat lehúznák a vasfüggönyt, már akkor is elkerülhetetlen lenne az a pont, hogy megnőjön ezeknek a tömegeknek az ereje. Nem olyan nagyon régen, ugye ez még politikailag nagyon nem korrekt volt ilyesmit kimondani, de hát ugye itt most már szembesültünk ezekkel a tömegekkel. A másik oldala, amit viszont felvetett, hogy nem csak a bevándorlók és a muszlim hátterű bevándorlók miatt ennyire látványos az antiszemitizmus. Ennek milyen jeleit lehet látni? Igen, hát a bevándorlók által otthonról hozott gyűlölet mellett, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy sokfelé progresszív antiszemitizmus is elterjedt, ez inkább valós szélső, valós mozgalmakra, figurákra jellemző. Nagyon meglepő és érdekes figyelni, ahogy az egyes nyugati egyetemeken, akár a tengeren túlon Amerikában, vagy Európában is teljes merszélességgel kiállnak, nem csak az, hogy a palesztin, hanem a Hamász mellett, hogy ez egy elnyomott népnek a harca, és ha nem is mondják azt, hogy jogos, de mindenképpen szimpatizálnak vele, egyáltalán nem csak a bevándorlókra jellemző, nyilván ők más irányból közelítik meg, más az eredője ennek az elgondolásnak, ugye hatalmi harcoknak és a többi fogják ősi föl. Okoknak. Így van, hogy Izrael apartheid állam, a palesztinok harca jogos, stb. Ezt hangoztatják, és akkor ennek a falvizén talál egymásra ez a két csoport, és szerveznek tüntetést, vagy tehát egyébeket. Tehát a kutatók is ezt állítják, hogy ennek a eltúlzott szabadságpártiságnak áldozataivá válnak azok, akik most a Hamasz mellé állnak, mondván, hogy egy elnyomott népről van szó, aki föllázadt az elnyomó ellen, vagy mivel tudják a kutatók ezt nyomon követni? Ezt a részét annyira nem tudom, hogy mivel tudják nyomon követni, az biztos, hogy ez a fajta valós szemlélet annyira meghonosodott az egyetemeken, hogy ebből egyfajta vakság is következik, hogy képesek tényleg egy ilyen borzasztó terrorcselekmény után még emögé beállni, és összefogva egyébként teljesen más indítatású tüntetőkkel kivonulni az utcára, palesztin zászlót lobogtatni, és a többi. Ehhez kell azért tájékozatlanság is részben a történelemről, hogy hogyan is kezdődött ez. De ami még szomorúbb, hogy tájékozatlanság, az már egy szándékosságot is mutat, amikor hát október 7-e nem volt olyan régen, hogy érdemes lenne azt elfelejteni ilyen gyorsan. De minthogyha többet hallanánk most arról, hogy különböző emberjogi szervezetek kiállnak a gázai civilek mellett, miközben arról nem volt szó, hogy
túl szokott ejteni például mindenféle nemzetközi egyezmény ellen való. Azokról az atrocitásokról, amiket leírnak egyébként sajnos nagyon kevés túlélő, akik visszakerültek akár arról a zenei fesztiválról, akár a kibucokból, azt meg szinte elképzelhetetlen borzalmakat írnak le, és ezekért sem emelnek szót. Tehát itt dupla feledékenységnek tűnik ez a dolog. Hát igen, az ideológia az előbb-utóbb elvakultsághoz is vezet, és ennek a jeleit is láthatjuk, de... Hát, és ezek ugye nem bevándorló szervezetek, akiknek elvégén a WHO, az ENSZ, tehát ezeknek mind lehetne hangot adni, vagy akár a Vörös Kereszt, ezeknek semmi köze a muszlim bevándorlókhoz, mégis úgy tűnik, hogy önként és úgymond dalolva maradnak csendben ezekkel kapcsolatban. Hát mi egyébként ismerjük jól ezeket a szervezeteket, ugye nyilatkozataik alapján, amikor a magyar határzár fölépült, bizony akkor is hasonlóan szemellenzős véleményeket fogalmaztak meg, de most egyébként szerintem arról is érdemes lenne egy pár szót ejteni, szintén a növekedés.hu-nak egy másik cikkben írtam meg. Robert C. Custer szakértővel beszélgettem arról, hogy többek között arról, hogy vajon mégis mekkora felelősség terheli Gáza a lakosságát az eset kapcsán, és már természetesen nyilvánvalóan nem fogjuk azt mondani, senki sem ő semmi, hogy kollektív felelősség terheli őket. Azért azt sem lehet úgy kijelenteni, hogy itt bizony voltak a terroristák, és voltak az áldozataik, akik közé sorolják magukat a palesztin népet is, hiszen nagyjából az ő jó részük egyetértésével és tetleges támogatásával valósult meg az október 7-i terrorcselekmény, hiszen amikor az első körben áttörték a falat, a terroristák, a jól képzett harcosok előre mentek, utána jöttek át szépen a kerítésen, a civil lakosok, még idős emberek is, késsel, bottal, ezzel-azzal felfegyverkezve, és a harcképtelen gyerekeket, nőket, sebesülteket ott ölték, ahol érték. Tehát ezek így megtörtént esetek. Kibucok videókamerái rögzítették ezeket, szóval tudjuk, hogy azért többről szól ez, mint egy pár terroristának a igaz tette. Mondhatjuk, hogy tudjuk, de valahogy egy sokan mégse akarják tudni. Tehát... Hát aki szemellenzősen nézi a világot, az ezekre a hírekre továbbra is a jövőben is süket fog maradni. Még olyan videófelvételeket is láttam, amiket úgy írtak alá a kiszabadult túszokról, hogy fantasztikus, milyen vendéglátásban volt részük, milyen bánásmódban volt részük, tehát milyen remek emberek tartották őket fogva. Nem tudom, média szakemberként ez mit szól, ez konkrét kis videók, nyilván nem, azt sem tudom, hogy tudják ezt így megvágni, de hogy ez akkora csavar a történetben, hogy nem az a gond, hogy valaki túszokat ejt, hanem vendégül látja őket kvázi, ezt már értelmezni se tudom. Hát nem tudom elképzelni, hogy ahova alagútrendszerekbe ide-oda elrejtették a túszokat, ott annyira jól érezték volna magukat, meg hát túsznak lenni eleve sem jó. Hát amikor kiszabadultak, akkor mosolyogtak, tehát jól bántak. Hát gondolom velük. Örültek, hogy mehettek haza. Szóval akkor ez teljesen bevett szokás a médiában ön szerint is, hogy ezzel meg kell küzdeni, és mi mondjuk azt az igazságot, amit a valódi felvételek mutatnak, ők pedig nyugodtan interpretálják, ahogy ők tudják, és az emberek majd eldöntik. Hát ugye azért azt is látni kell, hogy ez narratívák csatája is, ugye kommunikációs háború, elég csak végig visszagondolni, hogy mik pörögtek a Facebookon a támadás utáni napokban, és hogyan változott ez meg körülbelül 2-3 hét leforgása alatt. Ugyan kezdetben inkább a sejtetően Izrael által támogatott tartalmak pörögtek jobban, aztán egyszer csak, mint hogy bekapcsolták volna az ellenoldalon is a média kampányt, és hirtelen jöttek a palesztin párti mémek, megjegyzések, stb. És ugye itt lesz akkor visszakanyarodva az ön cikkében felvetett kérdéshez, hogy vajon a kormányzatok hogyan fognak erre reagálni, amikor ez eléri a kritikus tömeget, és ugye amikor eléri, de azért vannak már talán érdekes változások, tehát például részint a német kormány elkezdte pedzegetni, hogy mi lenne, hogyha bevándorlók kapnának szavazati jogot. Másrészt viszont a választásokon
a nemzeti felfogást támogató oldal került többségbe, tehát itt elég nagy viharfelhők gyülekeznek. Hát én nagyon kíváncsi lennék arra, ha a jövőbe lehetne látni, és megnézni, hogy egy következő soron következő németországi parlamenti választásokban hogy alakulnak majd a szavazati arányok. Én mindig figyeltem, mindig gondoltam rá, hogy na most biztos annyira átlátták már a németek a helyzetet, hogy maguktól is belátják, hogy a bevándorlás az nem az a rózsaszín történet, ahogy azt eleinte hitték, mert biztos, hogy ez a óriási nagy hit kellett, hogy ezt kimentek, visítozva örültek a pályaudvarokon, amikor begördültek a menekülteket szállító vonatok, és hogy ez valamelyest átfordult, ez már biztos. Tehát éppen ahogy említette, az AfD erősödése is mutatja azt, hogy kezdenek azért már tisztán látni, és most erre jött ez a sok, ez a tüntetések okozta sok. Lám Hollandiában már voltak választások, ott tudjuk, hogy milyen eredmény született, tudjuk, hogy mire lehet ebből következtetni. Sőt, most ugye Európa parlamenti választások is lesznek, meglátjuk, hogy mennyire törnek előre azok a politikai pártok, akik kifejezetten azzal kampányolnak, hogy kordába szorítják, megállítják a bevándorlást. Amikor foglalkozik a migráció kutatásával, mégis milyen képet alakított ki ezzel kapcsolatban? Nem lehet így a jövőbe látni, de nyilván ezek a tendenciák azért, főleg aki vizsgálja őket és kutatja, azért mégis biztosabb talajon áll ebben. Hát egy biztos, az, amit 2015 óta írunk és próbálunk megfogalmazni, hogy a migrációnak pláne ebben a formában, ahogy itt Európában láthatjuk, vannak veszélyei, pontosan leírtuk azt is, hogy mik ezek a veszélyek, van egyszer egy terrorfenyegetettség, van egyszer egy lakosság átrendeződése, nyilvánvalóan látszik, hogy ez is be fog majd jönni, hogy ezek mind megtörténnek, pontról pontra. És hogyha végignéz az európai kormányokon, most milyen mozgást lát, melyik irányba történik most éppen lépés? Mert lehet, hogy azért ebben több ilyen táncmozdulat lesz, még egy lépés előre, kettő hátra. Egy biztos, hogy akkora fordulatot nem fognak tudni csinálni, aminek most látványos eredménye lenne, de elindultak ebbe az irányba, és ez már jó jel. Nem tudom, hogy valaha is a közeljövőben legalábbis fog-e akkora változás elindulni, ami még megmentheti úgymond a kontinens egészét. Az biztos, hogy ahhoz a lakosságra is szükség lesz. És akkor a lakosságnak az a része, ami ugye progresszív, és önként választja az antiszemitizmust, ugye még azzal is számolni kell, és ez nagyon-nagyon árnyalja a képet. Igen, azért azt tegyük hozzá, hogy szerintem ez egy viszonylag szűk rétege a lakosságnak, még hogyha hangos is. Média szempontjából meglehetősen hangosnak mondható, nem? Talán egy, nem tudom, ezt nem tudom megítélni, ezt szerintem, ezt hagyjuk ki, nem tudom, erről nincsenek adataim. Inkább benyomásra voltam kíváncsi, hogy melyik hangok erősebbek most. Hát valamilyen szinten mindenki egyfajta véleménybuborékban él, ma már nem nagyon jutnak el hozzá túloldalról. Aki nagyon tudatosan keresi, figyeli, az lát át a túloldalra, lövészárok túloldalára. De hangosak, de egyáltalán nem egyeduralkodók már. Uh-huh. És hogyha ebben további pozitív fordulat lesz, az mindenképpen annak köszönhető, hogy a közvélemény nagy része éppen a tüntetések és az egyebek hatására elkezdett másképp gondolkodni. Tehát többen lesznek azok, amit Eddie Brooke mintájára változtatnak, és nem lesz akkora tényező ez a progresszív antiszemitizmus? Egészen biztos, hogy többen lesznek. Ez jó hírnek lehet mondani. Igen, kétségkívül. És nem is érzi túl optimistának? Szerintem nem. Szerintem ez most már egyre inkább realitás lesz. Tehát abban a folyóban már még egyszer Európa nem fog tudni belelépni, mint 2015-ben. Tehát és mint 44-ben? 1900. Hát adja Isten, hogy ilyen ne forduljon elő. Talán.
Mert ugye azt szokták mondani teljesen reálisan, hogy akik akkor voltak a második világháború előtt antiszemiták, azoknak megvan az az úgynevezett mentsége, hogy teljesen más indulati töltettel rendelkeztek, hiszen még nem tudták, hogy milyen az, amikor valaki végső megoldást akar ebben hozni. Ők csak rugódoztak bizonyos jelenségek ellen. Most viszont, akik most antiszemiták, azoknak ez az mentsége, kifogása semmiképpen nincsen meg. Ez így van, és hát október 7-dik óta pedig pláne nincs. Talán Európa ettől, nem merem kijelenteni, hogy biztosan védve van, de nagyon sok bástyának kell még ledőlnie ahhoz, hogy ez így el tudjon szabadulni szerintem. Valószínűleg ebben azért nagy szerepe lesz annak is, hogy milyen emlékezett politikát fogunk folytatni a médiában. Tehát például az október 7-i mészárlást mennyire lehet követhetővé tenni, hogy ne kopjon ki olyan gyorsan az emberek emlékezetéből. Igen, hát az biztos, hogy lesz egy olyan réteg, lesz egy olyan kör, aki kevésbé akar majd erre fókuszálni, sokkal inkább a mostani katonai akcióknak az áldozataira fókuszál, azt emeli ki. Szalagcímek sok helyen inkább erről szólnak, már csak nem tesznek említést arra, hogy azért ennek volt egy eredője. Másik oldalon jobban, megértőbben viszonyulnak ehhez a történethez. Meglátjuk, hogy mi lesz akkor, amikor majd elhallgatnak a fegyverek. Hát azt alig várjuk, de most egyelőre ennek úgymond nincsen jele, de hát ahogy önnel is beszéltük itt a felvétel előtt, vannak olyan hangok is már, és ez az izraeli médiában is megjelent, hogy az, ahogy megadják magukat a Hamas terroristák, és végig viszik őket egy ilyen alsónadrágra vetköztetett sorfalba, hogy az mennyire fog ártani vajon Izraelnek. Ehhez ugye már eleve a kérdés felvetése tendenciózus. Szerintem is, hiszen nyilvánvaló, hogy azért szabadították meg őket a ruhadarabjaik többségétől, hogy átvizsgálják, nincs rajtuk mondjuk detonátor, vagy hasonló gyilkos eszköz. Véletőleg aztán föl is öltöztették őket. De hogy tehát mégis fölmerülhet ez, és engem azért bánt, mert egyébként jó, ha az ember jogokat következetesen végigvisszük, csak én abban nem érzek következetességet, hogy nem emlegetik eleget azt, hogy túlsztejteni a nemzetközi jog ellen való, hogy a nők ellen való erőszak, az mindenféle módon ellenkezik minden civilizációs elvárással. Ezek nincsenek, de viszont amikor a Hamas terroristák megadják magukat, akkor aggódni kezdenek, hogy a fotókon miért így jelennek meg. Hát alig, ha nem egyébként a háború végéig, most már ezek a hangok lesznek az erősebbek, ez sajnos borítékolható. És aztán? Aztán meglátjuk, hogy mit hoz a tűzszünet. Sokan próbálnak majd ugye a kétállami megoldás felé mozdulni. Hát az ügyek, gondolom, Robert Sikasteltől is hallotta. Így van, hogy ez működésképtelen. Igen, hát a kétállami megoldás az 1948-ban lett volna realitása, amikor fölkínálták mindkét félnek ezt a lehetőséget. Ha onnantól kezdve egy békés építkezés zajlik, akkor biztosan másképp alakult volna. Ennyi volt, igen. Nagyon köszönöm a beszélgetést, köszönjük, hogy rászánta az idejét erre így karácsony előtt, és köszönöm a beszélgetést Kovács Dánielnek. Én köszönöm a meghívást.